megkérdezték, hogy augusztus 21-én a Perényiben meg a Dombostanyán lefoglalt lőszerek, lőfegyverek vonatkozásában ki és honnan szerezte. Megállapították a szembesítés eredményre, nem vezette. Jeleztük, hogy nem kívánunk részt venni a szembesítésen, és mégis megtartották ennek elejénk a szembesítést. Nagyon furcsa szembesítés volt az egész. Hát Zsolt azt mondta, hogy nem kíván részt venni a szembesítésen, így én úgy gondolom, hogy őt ki is kellett volna vinni a helyiségből, nem pedig kérdéseket feltenni nekem, mert ugye én tanúként én nem tagadhatom meg a vallomást. Ezt már a Butkor is elmondta, de ez a buta értelmezés, hát hogy ne lenne megtanulni, ott ne lehetne, kioktatták egyébként arra, csak nem olvastam fel azt a részt, de elmondtam, hogy a figyelmeztetésem megtörtént törvényesen, én ezért felolvashatom a vallomást. Erre gondolom, legalábbis remélem emlékszik mindenki. Csak nem olvastam fel külön-külön azokat a passzusokat, paragrafusokat, hogy mire oktatták ki. És abban benne van igenis az, hogy megtagadhatom a tanúként is a választ, a vallomást, ha önmagamat vagy hozzátartozomat bűncselekmény elkövetésével vádolnám. Karapa Tamás rendőrzászlós úr szolgálati feladati ellátása során 2009. április 22-én 23 óra 40-kor a Polgár Rákóczi út 1 szám alatt felfigyelt az ott parkoló Opel Astra típusú személygépkocsira. Figyelem, hogy aznap 22 óra körüli időben Tiszalökön elkövetett újabb roma személy sérelmére elkezdett támadás az intézkedés kezdeményezett az észlelt járműben tartózkodó személlyel szemben. Szabálytalanságot vagy rendellenességet, amely további intézkedést indokolt volna az eljáró rendőr nem tapasztalt, jelentésében viszont megemlített, hogy a jármű átvizsgálása során észlelt a jobb első ajtóban kézi CB rádió, a vezetőülés mögött egy üres gyöngyvászontok, valamint a csomagtartóban egy látcső. Amikor azt mondja, hogy kirakott minket 21 órától, fél órát utazott, majd fél órát várakozott polgáron, akkor még mindig csak 10 óra van, tehát a bűncselekmény elkövetésének időpontja, és akár másfél óra is elválasztja még az igazoltatás időpontjától, és senki nem kérdezte még meg azt tőle, hogy ez alatt az idő alatt mit csinált, és erre ő se adott semmilyen nyilatkozat. Az intézkedés során tapasztalt összekörülmények alapján és István Csaba megnyitottan továbbra sem zárhatók az elkövetői körből. Indítványozom, hogy a tisztelt bíróság keresse meg a nyomozást folytató nemzeti nyomozó irodát, hogy ezen jelentés után mikor keresték meg a katonai biztonsági hivatalt és István személyével kapcsolatban. A katonai biztonsági hivatal mikor, milyen tartalmú választ adott? Csatlakozni szeretnék részben ehhez az indítványhoz. Szíveskedjen a megyei bíróság az összes létező jelentést beszerezni, okleti bizonyítékként, azért mert nem mindegyes érdekeknek, hogy megfelelő időben voltak-e adatok az első-második harmadrendű vádlottra, és adott esetben lehet, hogy elkerülhető lett volna már. De Kóka Jernő ügyének sértetjeivel tetszik iratkozni, jó? Indítvány tenni semmi másra, jó? Én ragaszkodok ahhoz, csak Tiszalök, kész, ennyi. Folytatásra akkor azt mondja, hogy 8 meg 5, az 13-án, szerdán 9 órakor kerül sor.